Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 3-a az egy teli hold. Ezen az estén egy szertartást fogok tartani, ami este 11 órakor indul együtt a portál nap szertartással. Jelentkezhetsz e-mailen keresztül erre a teli hold szertartásra is. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Mit jelent egy teli hold? Egy teli holdnál a nap és a hold szemben áll egymással. Itt tükröződik számunkra valami. Az indiai asztrológia azt közli, hogy egy teli hold szerencsét hoz, hiszen megvilágít bizonyos témákat, megvilágítja az élet útunkat is. Az indiai asztrológia szerint, és így közlik az asztronómusok is, a nap az ikrek jegyében van, a levegő elemében, és a hold a nyilas jegyében van, a tűz elemében, tehát szemben állnak egymással. Caos Borealis csillagkép kihat erre a teli holdra. Ez lefordítva az északi nyilat jelenti a nyilas jegyében. És ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És ez a központ spirituálisan jelenti a mi vágyainkat, álmainkat, elképzeléseinket. A teli hold megvilágítja ezeket a témákat, és ez az északi nyíl mutatja az irányt. Tehát megvan a lehetőségünk arra, hogy abba az irányba tekintsünk, ami a mi elképzelésünk, amiről álmodozunk. Ezek bizonyos tervek. De az is fontos, hogy higgyünk ezekben a tervekben, mert csak így megvalósítható. Amit a nyilas jegye még jelent, utazások, külföldi kapcsolatok, de jelenti a belső utat, egy spirituális területet is. Ezzel szemben az ikrek jegyében van a nap, ott is van mozgás, ott is vannak kapcsolatok, de az nem külföldet jelenti, hanem az ikrek jegye inkább a környezetünkre utal. Tehát itt mindkettő fontos, a környezetünk, de a távoli kapcsolatok, vagy külföldi utazások, ez is fontos lehet most számunkra, hiszen ez lehet egy irány. Merkur bolygó ott van a nap közelében, az ikrek jegyében, ahol Merkur bolygó jól érzi magát, hiszen itt itthon van. Merkur bolygó uralkodik az ikrek jegye felett. És Merkur bolygónál vannak cselekvések, kapcsolatok, beszélgetések, szerződések, mindez előnyös, és a nap ott van a közelben, megvilágítja ezeket a dolgokat. Van egy jó kapcsolat Jupiter bolygó és a nap és Merkur bolygó között. Jupiter bolygó az a tűz eleméből hat, a nap és Merkur bolygó a levegő elemében van. Itt van egy jó hatás, hiszen a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással. Jupiter bolygó kihat a teli holdra is, hiszen Jupiter bolygó kapcsolatban áll a holddal, mindkettő a tűz elemében van, a hold is a nyilas jegyében, Jupiter szintén a tűz elemében, a kos jegyében, és itt is van egy szép harmonikus kapcsolat.
Azon kívül Jupiter bolygó befolyásolja a nyilas jegyét, hiszen uralkodik a nyilas jegye felett. De Jupiter nem a nyilas jegyében van, hanem a kos jegyében. Mégis van ez a szép kapcsolat, ami szerencsét hoz. Itt utazásokról van szó, külföldi kapcsolatokról, egy spirituális területről, beszélgetésekről, szerződésekről, mozgásról és kapcsolatokról. És ez volt a Teli Hold felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!